Több százan tüntettek már tegnap este Budapesten, miután kiderült, hogy Áder János aláírta a felsőoktatási törvény módosítását. A tömeg a Sándor palotánál gyűlt össze, aztán a belvárosba vonultak a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai székházához, ahol kitűztek egy uniós zászlót. Hétfőn este 7:30 jelent meg az állami hírügynökség oldalán Áder János köztársasági elnök nyilatkozata, miszerint aláírta a felsőoktatási törvény módosítását. Másfél órával később a Sándor palota előtt már több százan voltak. A tüntetés résztvevői még egy nemzeti konzultációs levelet is elégettek. A tüntetésen ott volt Gulyás Márton aktivista is. Őt este 11 körül váratlanul leteperték a rendőrök és elvitték. A rendőrség honlapján megjelent közlemény szerint a spontán gyűlés egyik résztvevője festékes flakon dobott a rendőrök felé, több rendőr ruhája festékkel szennyeződött, ezért állították elő a férfit. Ezután nem sokkal a tömeg elindult a belváros felé, a Lánchídon át, az Oktogonon át, a körúton a Magyar Rádió épületéhez vonulta. Az egyik tüntető közben felmászott a bejárat előtti előtetőre, és kitűzte az uniós zászlót. A zászlót Antal Nikoletta tűzte ki a rádió épületére hétfőn este. Én például a 4 millió szegény közé tartozom, én azok közé tartozom, akiket el akar a kormány takarítani a közéletből, pontosítok, Német Szilárd, én azok közé tartozom, akik a hajléktalanokat, a kisiskolásokat, a szegényeket képviseljük. Én kiállok az egészségügyisek mellett, mint Sándor Mária és társai, tehát teljesen tönkretette ez a kormány az országot, tehát én nem csak a CEU miatt voltam ezen a tüntetésen. A tüntetés befejezése után néhány órával reggel a Fidesz Lendvai utcai székházánál is megmozdulás volt. Az együtt politikusai kritizáló feliratokat fújtak az épület előtti járdára, sőt egyikük át is mászott a kerítésen és plakátot ragasztott ki. Szégyeld magad, Orbán, de tényleg szégyeld magad. A megmozdulások szerdán is folytatódnak. A civilizáció csoport és a hozzájuk csatlakozó civil szervezetek 17:30-ra várják az embereket a Hősök terére. A CEU után a következő parlament előtt fekvő törvény a civil szervezetek ellehetetlenítését célozza, a külföldről támogatott szervezet fogalmának bevezetésével meg akarja bélyegezni és ellehetetleníteni azokat a civil szervezeteket, akik valamennyiünket a magyar társadalomért, a közügyeink jobbításáért dolgoznak. A budapesti tüntetés mellett szerdán Szegeden és Békéscsabán is megmozdulások lesznek, csütörtökön pedig Debrecenben vonulnak majd utcára a Lex CEU és a civil törvény miatt.